Tanári Balog Bernadett. Akonyi titkára Hanvai Kovács Gábor. Nem biztos, hogy mindenki ideért. Teleki titkára Sánta Sándor. Vonatpincér Bozzai Balázs. Újságíró Lugosi Viktor. Delegációtag Cirok Dániel. Utas Lengyel Andrea és Tóth Mercedes. Kogutovic Károly, Pánovics Rajmond. Iván. Báró Nopcsa Ferenc, Busi Mihály. Endre Teleki Inasa, Palotai Zoltán. A Trianon című versének részletét Hegyi Réka tolmácsolta. Hallhatták még Csúlya Imrét, aki sajnos most színházi elfoglaltságai miatt nem lehet jelen. Viktória, Farkas Viktória. Albert Auerbach István. Gróf Teleki Pál, Kelemen Zoltán. Revicki Gábor, aki viszont rádiós elfoglaltságai miatt nincs most itt, de rá is gondolunk nagy szeretettel. A pécsi stáb sem lehet most jelen elfoglaltság miatt, viszont a budapesti stáb nagy része itt van most, őket fogom felsorolni. Gyártásvezető Adorján Adrián. Rendezőasszisztens Pap László. Krisztina Tóth Mercedes. Állófotós Hamar József. Produkciós asszisztens Gibárszki Zsuzsanna. Koordinációs munkatárs Pál Falk László. Nem tudom, hogy a két úr itt van-e, akit most mondok, de hátha, levél kalligráfia Gyarmati Paur Zoltán és amerikai levélfordítás Puller István. Hangmérnök Lukács Ferenc. Zene ifjabb Gerebit Sándor, Palásti Kovács Zoltán Zuhaker, Grünwald László Talamba ütőegyüttes Ríz Laura.
György. Operatőr Patócs Róbert. Forgatókönyv Szalóci Pál. Producer Gerebics Sándor. Sándornak át is adnám a mikrofon, bár szerintem most nehéz megszólalni, Sanyi. Igen, elég nehéz, de azért nehéz, mert ez a mai nap, ez egy nagyon nagy ünnepnap számunkra. 3,5 év nehéz munkája van ebben, és ami csak létezett, minden ellenünk fordult, kezdve a pandémiával, és aztán utána a pénztelenséggel és mindennel. Ez a produkció, ahogy itt Laura kitette pár nappal ezelőtt a Facebookra, a Hit és a Szeretet produkciója. Ehhez én még hozzátenném azt, hogy összetartozás produkciója. Ugyanis tényleg minket az motivált, hogy volt egy ilyen kis icike-picike ötlet Szalóci Páltól, még 2020 májusában, de már márciusában gondolkoztunk rajta, én arra emlékszem, és aztán utána minden megváltozott, mert tudjuk, hogy mi történt, lezárták a világot, de mi ezt vittük tovább, közben természetesen pénzünk nem volt, és ezáltal nagyon nehéz volt ezt a dolgot egyről a kettőre előrevinni, de az történt, hogy itt az emberek, akik itt állnak mögöttem és mellettem, meg itt a nézőtéren egy jó páron, valahogy megérezték azt, hogy ha az emberek jól szólítják meg egymást, akkor még ezekben a nehéz években is lehet egymástól segítséget kapni, segítséget kérni, és tudunk egymással kommunikálni, és akkor lehet, hogy tudunk alkotni is. Na most, hát nálunk ez történt. Nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy önök eljöttek ide, és ennyien eljöttek ide. Mindegyikünket ez meglepett, tényleg. És engedjék meg, hogy ezt én nagyon megköszönjem itt az egész stáb nevében. A kastélynak a odaadó szeretetét, amivel befogadtak bennünket a forgatáson is, és most is. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm. Engedjék meg azt, hogy egyik támogatónk kis meglepetések készült néhány embernek. Hanna, hol vagytok? Hanna, gyertek, légy szíves. Másfél hónappal ezelőtt meghívást kaptunk Várpalotára, a Trianon Múzeum újranyitására. És akkor egy új barátság indult el, ahogy azt a Casablanca-ba is mondták, ami reméljük, hogy hosszú lesz. És ennek az eredményeképpen itt van ez a két gyönyörű hölgy, és szeretne átadni néhány ajándékot, hogyha kijöttök, szóval köszönöm, és akkor ezt a térképet szeretnétek adni, ugye, elnök úrnak.
legmesszebbről érkező hölgynek, aki tényleg nagyon-nagyon sokat segített, hogy ez a produkció össze tudjon jönni. Los Angelesből érkezett el hozzánk, Hegyi Réka. És ezt a háromos kiadvány pedig Szabó Cipán. Szépen köszönjük még egyszer, hogy eljöttek. Maradjanak velünk. Itt egy kis zenei meglepetés következik, és nagyon finom pezsgőket fogyaszthatnak a Kastély és az Écsi szőlőbirtok jó voltából, valamint süteményeket és jó hangulatot. Természetesen elnök úr. Ez nem volt benne a forgatókönyvben. De hogy kaptam egy, az egyetlen, itt átadott vörös térképet, nagyon szépen köszönöm. Amit láttunk, az történelem, ami végül is az álmok akkor nem teljesítettek be. Az önök álmai viszont beteljesedtek. Ti történelem könyvet írtatok. Én azon leszek, hogy barátaimnak, a két miniszternek, az oktatási miniszternek és a belügyminiszternek elmondjam, hogy ez egy olyan film, amit minden magyar embernek kéne látni, de elsősorban a diákoknak. Ők már nagyon messzinek gondolják a dolgokat. Ők talán a tegnap előttől sem emlékeznek. És ti itt idehoztátok azt az erőfeszítést, amit akkor milyen nehezen éltünk meg. Az ország kétharmada, a lakosságvesztés és így tovább. Palita is, bocsáss meg. Szívből gratulálok nektek és mindenkinek, aki ebben részt vett. Én nekem megtiszteltetés volt, hogy ami csekély, de valami anyagi támogatást, akkor most már tudom, hogy nehéz időben. Szívből gratulálok, és amit ígértem, a minisztereknek a következő egy héten belül elviszem a hírét a filmnek. Karolják fel, segítsenek, jó? Gratulálok. Annyit még el szeretnék mondani, hogy van ennek a történetnek egy egész estés nagyjátékfilm terve, sőt, annál már több, mint terve, mert Szalóczi Pál fiókjában ott van a forgatókönyv, amit nagyon-nagyon sokan dicsértek szakemberek. Mi ezt szeretnénk megvalósítani. Talán az a reményünk van, hogy majd esetleg egyszer ez megvalósulhat. Ez egy egész estés nagyjátékfilm, még jobban kibontva a történetet, tényleg úgy, ahogy azt egy játékfilmen kell. Pali, mondasz erről néhány dolgot? Hát ezt én igazából nagyon nagy szerelemnek tartottam, amikor ez a forgatókönyv elkészült, ez a mohóságom jele. Tudnék, ugye ebből a kis dokumentumfilmből megjött az étvágyam, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hát ez azt hiszem megér annyit a sztori, ilyen csúnyán fejezem majd ki magamat, hogy egy egész estés nagy játékfilm legyen, úgy, hogy abban bátrabban belenyúlunk azokba a fikciós elemekbe is, amelyek általában egy ilyen játékfilmben megengedettek. Úgyhogy történelmi környezet és a történelem nagy vonásai természetesen úgy vannak, ahogy kell, hogy legyenek. De az emberekről egy kicsit jobban szerettünk volna képet adni. Tehát azokról az emberekről, akik ezt végig csinálták akkor, sok magánéleti érdekességgel, természetesen mondom, miután kevés volt az információnk a személyes életünkről, legnagyobb részben ezek fikciók lettek volna. Én szerintem nagyon jó lesz a film, ha egyszer meg lesz, nem tudom. Reménykedem benne, hogy ez egy előszobája volt ennek a produkciónak, és hát őszintén bízom benne, hogy még a mellettem álló Gerevics Sándor is vállalja ezt. Természetesen. Nagy megtiszteltetés. Köszönjük, hogy eljöttek. Elnézést kérünk különben azért, hogy egy kicsit kényelmetlenül fértünk el. Annyit tudok különben mondani, hogy ha valakit érdekel a dolog, akkor most szeretettel meghívjuk,
és 9-én a Cinema Momban, a Mom Parkban lesz két vetítés. Ott már biztos, hogy egy terem megtelt, tehát két vetítés lesz, de a forgalmazónk, Farkas Attila, a Pannoni Entertainmentnek a igazgatója felhatalmazott, hogy mondjam azt, hogy természetesen aki szeretné megnézni, akkor jöjjenek el 9-én este 8 órakor a Csörsz utcában, és azon kívül pedig azt is el tudom még mondani, hogy a film kapott forgalmazási támogatást, csodálatosan azt kaptunk, más nem, de azt kaptunk, és nem nagy összegbe kell gondolkozni, de az nekünk azért elég. Ennek eredményeképpen 2024 első negyedévében országos forgalmazásra kerül a film, tehát fognak vele találkozni különböző helyeken, mozikban. Azt is el kell, hogy mondjam büszkeségként, hogy úgy, ahogy Los Angelesben, úgy más helyre is már előre meghívásaink vannak. Hogy oda jutunk-e, azt nem tudjuk, minden esetre igyekszünk. Köszönöm szépen, és tartsanak velünk! Bravo. Stars don't shine at you, but I'm not afraid of you.
Szeretném, hogy a fel, nem csinálj, és nem
Yeah.